Földi Judit a Demokratikus Koalíció országgyűlési képviselője szerint Székesfehérvárt már így is keményen érinti a szolidaritási hozzájárulás, aminek eredményeként 8,1 milliárd forintot vontak el a várostól ebben az évben. A politikus ellenérzését fejezte ki az iparűzési adó tervezet átalakításával kapcsolatban, hogy további forrás elvonásokat tervez a kormány, ami Földi Judit szerint nem egyértelmű. Az egyik miniszter tagadja, a másik pedig azt mondja, hogy átalakítás lesz. Azt gondolom, hogy itt már tárlástól függetlenül minden országgyűlési képviselőnek, polgármesternek és képviselőnek ki kell állnia amellett, hogy ne sarcolják tovább az önkormányzatokat, ne sarcolják a székesfehérváriakat, ugyanis ennek az összegnek bizony láthatóan máshol is lenne helye. Sándor Barbara a DK-t és a Jobbikot is tömörítő Fehérvárért közösen egyesület önkormányzati képviselője arról beszélt a sajtótájékoztatón, hogy nem az agglomerációs fejlesztéseket kifogásolja, hanem a források átláthatatlan felhasználását. Alapvetően egyetértek azzal, hogy szükséges az agglomeráció fejlesztése, hiszen ők is hozzájárulnak a helyi iparűzési adó megkereséséhez. Azonban anno erre a koncepcióra lett bevezetve a szolidaritási adó, aminek a nyomon követése átláthatatlan. Sándor Barbara szerint elfogadhatatlan, hogy a hibás gazdaság politikának most a fehérváriak ígyák meg a levét. Fazakas Attila, önkormányzati képviselő, szintén az átláthatóságot hiányolja. 2017-ben már 1,5 milliárd forintot vettek el Székesfehérvártól, utolsó adatunk az több mint 8 milliárd forint, tehát évente ennyit vesznek el Székesfehérváron szolidaritási hozzájárulás címszó alatt, és nem tudjuk azt sem, hogy ez az összeg, ez hova megy, pontosan mire kerül felhasználásra. Fazakas Attila hozzátette, nem tartják indokoltnak, hogy még több forrást vegyenek el Székesfehérvártól. Véleménye szerint rengeteg fejlesztés vár megvalósításra.